Igazából én annyit elmondanék, hogy Fiedler Ferencnek a műveivel körülbelül már 15 éve találkoztam, és láttam galériákban, vásároltam is egy gyűjteménybe, nézegettem, és tehát azt láttam, hogy egy nagyon jó művész. Amikor elkezdtem kutatgatni, akkor láttam, hogy honnan indult, tehát így nagyon érdekes módon. Tehát a Reigl Judit és a Hantaï Simon osztálytársak voltak, egy időben voltak a főiskolán. A Judit mesélte nekem, hogy együtt felvételiztek a főiskolára. Tehát az életkor, hogy írni érdekesen hozzá, hogy az a kör, akivel a galéria foglalkozik, tehát ebbe Fiedler abszolút beleillik. És ez a kiállítás most az 50-es éveket szeretnénk bemutatni. Nagyon-nagyon ritka művek, nagyon nehéz ezeket összeszedni. Hát hál' Istennek sikerült egy pár évi fáradozás után. És hát valószínűleg lesz folytatása, mert nem csak az 50-es évek, a 60-as évek is nagyon fontos, azt is fogjuk mutatni meg a későbbi munkát. Tehát nagyon érdemes rá odafigyelni, és szerintem egy zseniális művész, egyébként egész életében szinte a Maeght galériának a művésze volt, és a legnagyobb európai festőkkel állított ki állandóan csoportos kiállításokon, de inkább hagyom, hogy majd erről az elnő beszéljen. De ha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor nagyon szívesen állunk rendelkezésre. Tisztelt közönség, hölgyeim és uraim! A mítosz szerint a festészet eredete valahol ott keresendő, hogy a szerelmes fiatalember a lánynak a profilját, amelyet a lángoló tűz ugye a falra vetített, körülrajzolta egy szénnel, és így készült az első kép. Más változatok szerint ugye homokba készült ez az arckép az árnyék után, amelyet azután a tenger elsodort, de hát a keresztény kultúrkörben ugye az is kialakult, hogy tulajdonképpen a festészet kezdete valahová Szent Lukácshoz kötődhet, a festők védőszentjéhez, akinek a névnapját egyébként holnap fogjuk ünnepelni, és éppen ebből az alkalomból most ezekben a napokban Magyarországon már 12-szer rendezik meg, hogy a festészet napját, kiállítások sora nyílik, remélem itt hiányzó érdeklődők ott vannak ezeken a megnyitókon, úgyhogy szerintem ezt vegyük így. De lehet, hogy ezeket a mitoszokat, vagy ezeket a tradíciókat a 20. századi művészettel kapcsolatban nem igazán tudjuk aktualizálni, mármint a non-figuratív, vagy a nem ábrázoló művészetre gondolok. Hogyha a homokról van szó, akkor lehet, hogy inkább arról az anyagról van szó, amit a század elő óta sokan használnak fel mondjuk a kép faktúrájának a megteremtéséhez, vagy ha a falról van szó, ugye akkor a graffiti sok kedves munkaterepét jelenti a fal, illetve olyan módon vonul be a fal is, mint ihlető ható anyag, ható erő a festészetbe, ahogyan egyébként annak idején Fiedler Ferencnél is megfigyelhető volt. Itt az 50-es évek termése van elsősorban, a korhatár is 45-65-ben van megadva, de a bejáratnál van egy portréja, ami önarcképe, ami jelzi, hogy mielőtt ugye Párizsba emigrált, Rómán keresztül Párizsba emigrált volna, idehaza fiatal művészként figurális festő volt, tehát ez a képpel kötődött a tradícióhoz. Egyébként viszont valóban egy olyan élménye kötődött hozzá, amint azt egyébként unokaöccse Fiedler Péter által összeállított kronológiában olvashatjuk is, hogy egyik nap, amint a falra fölnézett, észrevette, hogy a napsugár megtört a felületen, és egy igen egyedi mintázatot fedezett fel benne. Ekkor döntött úgy, hogy ezt reprodukálja a vásznon, ezt követően csak non-figuratív képeket festett. Ráadásul, amikor csak tehette, szabadban dolgozott, úgy, oly módon, hogy a képeit nem védte az időjárás viszontagságai elől, hanem hagyta, hogy a természet, az eső, a fagy, a napfény szintén dolgozon a vásznakon, amelyeket ő elkezdett megmunkálni. Természetesen ez a döntés nem egy váratlan elhatározásnak az eredménye volt, hiszen már mióta 1945-ben Párizsba érkezett, tudatosan kereste a látás, a kifejezés új lehetőségeit. Vagy éppen nem is olyan új lehetőségeket, hanem olyan tradíciókat, amelyek több évszázadosak voltak, hiszen Leonardo szerette tanulmányozni, néhány héttel a megérkezése után kérte itt holó Pestről a Leonardo kis monográfiát, többek között az olyan mondatok miatt, mint a következő: A látás új fajtája abban áll, hogy figyelmesen nézel egy falat, amelyet mindenféle foltok tarkítanak, olyan dolgokat látsz meg, amelyek csak a te képzeletedben születnek meg. A képzelet dús látását Fiedler gyakran hangsúlyozta, azt, hogy a kép nem a vásznon van, hanem a vászon és a szemlélő között valahol. A kép valójában nem létezik, azt meg kell látni a festőnek és a vászon szemlélőnek egyaránt. Vízió, mondta, az sosincs a festmény megelőzőleg, az a munka közben és a néző pillantásából születik. Egy más alkalommal a művészet, a mű és a személyiség kapcsolatára szólva így fogalmazott. Nem az a fontos, hogy mit akarok kezdeni a festészettel, hanem az, hogy mit akarok kezdeni a festészet által önmagammal. Az út az, ami számít. Egyáltalán Fiedler gyakran és ízesen fogalmazott a művészetről szólva, ha úgy tűnik, nem csak festőként váltott könnyen, amikor a magyar közegből Párizsba érkezett, hanem ennek az új közegnek a másságát is jól tolerálta, és noha figyelemben idehaza sem volt hiány, hiszen csoda gyerekként tulajdonképpen már fiatalon igen nagy sikereket alkotott, mielőtt fölvették volna a főiskolára. Mégis szinte megható olvasni, hogy az 1950-es évek közepén arról számol be, hogy Párizsban hogyan zajlott le egyik televíziós szereplése. Sokakkal ellentétben azonban nála a szavak mindig hitelesek. A műveinek izgalmas fakturális minőségeit, az egymással alkodó rétegekből kialakuló mélységét, virtuális tereit nézzük, mint a minden olyan részlet mögött, amelyet látunk, a festői világ ismeretlen dimenziói sejlenének fel, és egy izgalmas személyiség rajzolódnak körül, akinek a számára a művészet tulajdonképpen nem volt más, mint önmaga lehetőségének a kibontása, a világban való helyének a megtalálása. Par excellence festő volt, és bár természetesen nagyon fontos volt számára a siker, amit egyébként nagyon könnyen fiatalon elért már az 50-es évek elején, ahogy Kálmán mondta, tulajdonképpen Míró barátsága révén jutott közel Maeght-tel, illetve a Maeght galériával, azután Maeght alapítvánnyal, úgyhogy ez a kapcsolat egészen Maeght-nek a 80-as években megkövetkezett haláláig tartott. Egyébként ez egy nagyon nagy sok volt az ő számára, majdnem egy időben következett be édesanyja halálával, úgyhogy ez egy olyan sok volt, amiből érdekes módon egy művészeti élmény emelte ki, vagy hozta helyre, amikor a Pompidou központban Pollocknak a gyűjteményes kiállítását megnézte. Ez egy revelatív élmény volt számára, és az volt az igazi, tehát már a 80-as években következett az ő igazi Pollock élménye, noha már nyilvánvalóan az 50-es évektől kezdve nagyon fogékony volt az amerikai festő művei iránt. De ezt egyébként, és oda vágok egy picit, amit Kálmán is mondott, tavaly is rendezett egy kiállítást Fiedler műveiből, és nem csak Fiedler, hanem Hajuta, egy Pállal együtt rendezte meg, és akkor ezt is én nyitottam meg ezt a tálatot, és akkor erről bővebben beszéltem, most nem fogom elismételni, mint hogy arról is bőven beszéltem, hogy Kálmán is milyen következetesen foglalkozik Fiedler Ferenccel, de a világ más területén is nagyon népszerűek az alkotásai. Inkább csak azt említeném meg, hogy ennek a kiállításnak a középpontjában, ugye az 50-es évek munkái között természetes módon a mögöttem látható alkotás, ez a triptihon áll. Ez tulajdonképpen előrejelzi azt a későbbi élményt, amit Pollockkal kapcsolatban érte őt, és ugyanakkor összefoglalja azt a következetes munkát, amit Párizsba érkezve elkezdett, hiszen ezek a körülöttünk lévő művek vagy mind megelőzik ezt a triptikont, vagy pedig szorosan követik, tehát az 50-es évek, 60-as évek eleje, ez jelenti a csúcspontot. Párhuzamosan egyébként azokkal a grafikai munkákkal, amelyekből itt nem látható, és azért említem viszont őket, mert nem egyszerűen a grafikai technikák tökéletes ismerete jellemezte Fiedlert, hanem egy olyan érdekes jelenség is, hogy a grafikákban nagyon erőteljes festői hatásokat is tudott elérni, tehát a festészet és a grafikai tevékenység mindvégig teljesen összekapcsolódó, egymást megtermékítő módon jelent meg az ő munkásságában. Egyébként aztán ezt jelzik a kiállítás második részét, ha úgy tetszik, a 60-as éveket és egy-két 70-es években született művet illetően, és ezek a munkák egyfajta elmozdulást jelentenek a korábbi korszaktól, abban a szempontból nem, hogy megmaradt az az anyaggal való folytonos küzdelem, ami mindig is jellemezte őt, olyan értelemben is, hogy ért bár a Franciaország legszebb tájain, már pedig sokat tartózkodott a Côte-d'Azurön a Maeght alapítvány vendégeként, vagy más módon ott töltötte a nyári időszakot. Tulajdonképpen a tengert és a mediterrán eget, mint ahogy maga emlékezett is rá, legtöbbször csak reggel borotvány közben látta a fürdőszoba ablakból, mert utána reggeltől késő estig dolgozott. Nos, ahogyan fontos az a munkásságában ez a folytonos küzdelem az anyaggal, napi 12-14 órán át, olyan fontos ez a bizonyos határátlépés is a művészetében. Bár mindegyik művét az abszolút festőiség jellemzi, a későbbiekben is, a faktuális hatások gazdagsága, kifejező ereje, a szemlélőkben hosszú asszociációsort elindító összetettsége. Ezeken a felületeken, amiket látunk, az idő múlásával a 60-as és különösen a 70-es években egyre inkább önállósodik a jel, a körvonal, a kőalakzat jellegzetesen, vagy éppen a gesztus eredményeként a felületre kerülő vonal. Miközben egyre növekednek a képméretek, egyre inkább egyszerűsödnek ezek a jelek. A kép, mint a kitárulna a végtelen felé, a maga festői univerzumával helyettesítve be az őt körülvevő világot, miközben a festői grafikai jel, mint egy belső meditációs folyamat végeredményeként egyre inkább csak a végkövetkeztetés lenyomata. Egyre tömörebb, lényegvetőbb, egyre pontosabb summája mindannak, amit a művész az anyagban észrevesz, és méltónak tart arra, hogy meg is mutassa a műve szemlőjének. De az is lehet, hogy tévedek, és lehet, hogy azoknak van igazuk, és nem kevesen vannak ilyenek, akik szerint Fiedler Ferenc valójában kiismerhetetlen, megfejthetetlen művész, a képei által kibocsátott rezgések érzékeléséhez legfeljebb önmaga lehet a megfelelő szeizmográf. De nem hiszem, hogy tévednék, hiszen a képeiben megnyilvánuló, egyre növekvő érdeklődés éppen az ellenkezőjét bizonyítja. Köszönöm figyelmet!